Én is nagyon köszönöm a meghívást. Valóban nagyon nehéz lesz a percben összefoglalni, amit erről gondolok, vagy amit erről a szociálpolitika mond erről a kérdésről. Talán ott kezdeném, hogy a magyar állam picit hasonlóan például a franciához, történetileg is, tehát nem pár tíz éve, hanem gyakorlatilag már olyan 100 éve azon gondolkodik, és időre felmerül benne, hogy hogyan tudná növelni a gyermekvállalási kedvet. A gyermekek számának a csökkenésével kapcsolatos aggodalom az a századfordulón kezdődik, és a 10-es években már megszületnek az első állami intézkedések. Vajon hatásosak-e ezek az intézkedések? Vajon van-e a szociálpolitikának ténylegesen arra hatása, hogy több gyermek szülessen, vagy nincsen? Ezt a kérdést kaptam. Azzal kezdeném, hogy mi is a szociálpolitika. A szociálpolitika egy állami újraelosztó rendszer, gyakorlatilag ahol van kialakult állam, nemzetállam, ott ez létezik, beszedi az adókat ugye az állam, és újraosztja valamilyen logika alapján. Már az is egy érdekes logika, hogy mi alapján szedi be, és kiktől, és az is egy érdekes kérdés, hogy kik felé oszt újra az állam. Ez nem csak pénzbeli újraelosztást jelent, hanem szolgáltatásokat is jelent. Most, amiről mi beszélünk a családok kérdésében, például benne vannak az egészségügyi ellátások, a gyermekegészségügy, vagy akár a bölcsödék létrehozása, óvodák létrehozása és fenntartása is. A nemzetközi szakirodalom alapján azt mondhatom, erre az első kérdésre tehát, hogy a szociálpolitika képes-e, és ha igen, akkor mely intézkedéseivel befolyásolni a gyermekek számának, a születésének számát. Azt mondja, hogy a 21. században egy olyan összefüggés létezik, hogy azokban az országokban, ahol elősegíti a szociálpolitika a nőknek a munkahelyi előremenetelét, illetve a munkahelyi az elhelyezkedését, ez egy nagyon fontos tényező abban, hogy vállaljanak, eleve, hogy bevállalják az első gyereket, és aztán a második, harmadik gyermeket is. De van még két nagyon fontos szempont, amiben tényleg lehet ismét csak a szociálpolitikának, a családpolitikának szerepe. Az egyik az a magas színvonalú szolgáltatásoknak a megléte, tehát az előbb említett bölcsödéknek az elérhetősége. Ilyen szempontból Magyarország nagyon rosszul teljesít, annak ellenére, hogy 2010 óta fejlődés van. Most már nem csak 10%-a a gyerekeknek, hanem már 16%-a van bölcsödében, ami tényleg egy alacsony szám, különösen ha azt figyelembe vesszük, hogy mekkora sorban állás van a bölcsődei helyekért. Tehát, hogyha a nemzetközi szakirodalom alapján a kormány abban gondolkodik, hogy mit tehetne még, akkor ebben az irányban feltétlenül tovább kell menni az elérhető magas színvonalú szolgáltatások irányába, és ez nem csak a bölcsödéket jelenti, hanem például azt is, hogy szociális munka, családsegítő szolgálatok elérhetőek legyenek azoknak a szülőknek, akiknek szüksége van ilyesfajta támogatásra. Most csak zárójelben tudom azt megjegyezni, hogy Magyarországon minden házasságból, 10 házasságból 6 végződik válással, és nagyon hasonlóak, vagy még rosszabbak az arányok azokban az esetekben, amikor nem házasodnak össze a párok. Nagyon hamar szétmennek a magyar párok, úgy mondjam, és persze ez nem teszi lehetetlenné a gyereknevelést, de valószínűsíti, hogy nem, vagy hát nehezebbé teszi legalábbis a statisztikák alapján azt, hogy a második, harmadik gyermeket bevállalják a szülők. Tehát például ezeknek a házasságoknak, kapcsolatoknak az egybentartásával kapcsolatban, hogyha valakinek ilyesféle igénye van, akkor nagyon jó lenne, hogyha tudna a szociális munka, mondjuk az elérhető pszichológia, pszichoterápia is segíteni. Ezeket jobb helyzetű országokban bizony államilag finanszírozzák. És akkor mondom végül a harmadik területet, ahol a szociálpolitika valamit tehet, és ez pedig az apák szerepvállalása. Ugye ismerjük ezt a bizonyos apa kvótát, illetve nem tudom, hogy ismerjük-e, ami annyit jelent, hogy az édesapáknak ma már Európában szinte mindenütt, beleértve mondjuk olyan országokat, mint Lengyelország vagy Románia, lehetőségük van több hétre otthon maradni a gyerekeikkel születés után, sőt, sokszor ez meg van hosszabbítva, hogy egy éven belül egy, két vagy akár három hónapot is
kivehetnek ilyen gyed-szerű ellátásban, de úgy, hogy ezt nem adhatják át az anyának. Tehát ezt csak ők vehetik igénybe, és a statisztikák szerint, a kimutatások szerint, kvantitatív és kvalitatív kutatások szerint ez megerősíti a kapcsolatukat a gyerekükkel, és az egész családnak az egybetartozását, a különböző feladatoknak a megosztásában fog segíteni. Tehát valószínűtlenebb, hogyha például van apakvóta, vagy van egy olyan légkör, amiben nem ciki az apáknak gondoskodó munkát végezni, és ezt mondjuk szimbolikusan is lehet támogatni egy állam részéről, mondjuk, mondok egy svéd példát, amikor a pénzügyminiszter minisztersége kellős közepén elment gyedre, mert gyereke született. Szóval, hogy vannak, léteznek ilyen szimbolikus lépések is, amik befolyásolhatják a társadalomnak a működését, azokat a döntéseket, amelyeket a családok meghoznak. Végezetül annyit mondanék, hogy az feltétlenül az semmiképpen nem igaz, hogy több pénzt rakunk a családpolitikába, és akkor a másik oldalon kijön a több gyerek. Ezek alapján, az András statisztikáján egy óriási nagy tudornak kellett volna bekövetkeznie 2010 után. Ez nem következett be, tehát a gyermek születéseknek a száma az gyakorlatilag ugyan ott van, mint volt mondjuk az átkos szocialista kormányzatok alatt, akik nem különösebben propagálták azt, hogy úgymond kijöjjünk a demográfiai válságból. Tehát komplex szolgáltatásokat is nyújtó, és az apák szerepét, gondoskodó szerepét támogató szociálpolitikára van szükség. Ugyan a végén mondta Dorot, hogy ez nem úgy van, hogy beöntjük a pénzt, és kijön a gyerek a másik végre ennek a gépnek, de azért vannak nagyon konkrét kérdések, tehát mondjuk például egy családi pótlék összegének egy elég jelentős megnövelése, az növelné az a születendő gyerekek számát, vagy mondhatunk ki ezt, hogy az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb, nem tudom, kérdőjel elmondom, intézkedése, az biztos a csók, ami ugye a harmadik gyereknek a vállalása után egy nagyon jelentős, nem kedvezmény, mint amik lehetőséget ad arra, hogy a lakás család, hogy a család lakáshoz jusson. Szóval ezek a nagyon konkrét intézkedések, tehát az effektív a pénztárcámban mérhető pénznövekedés, az vajon hat-e úgy, hogy úgy döntenek a párok, hogy akkor legyen a második, legyen a harmadik? Vagy az első? Nagyon fontos volt a kiegészítés, amit a végén mondtál, hogy Magyarországon nem a harmadik és a negyedik gyerekek megszületése az igazi probléma, hanem az első és a második gyerekek megszületése, az az, amiből igazi nagy hiány van. Nagyon kevesen vannak olyan kétgyerekes családok, akik tényleg, tehát az már egy szűkebb réteg, akik elgondolkodnak azon, hogy bevállalják a harmadik gyereket, és még sokkal kevesebben vannak azok, akiknek három gyerekük van, és akiknek ez a fajta csók, vagy a családi adókedvezménynek ez a nagyon-nagyon megnövelt összege igazán jelentős, és az ilyenfajta döntéseikben szerepet játszó tényező lett volna. Kevesebben vannak a három gyerekes családok sokkal, mint a két gyerekesek, vagy az egygyerekesek, legtöbben az egygyerekesek vannak. Tehát ilyen szempontból logikus az az elmozdulás, hogy támogassuk jobban úgymond a két gyerekeseket, de még mindig a jelenlegi kormány abban gondolkodik, hogy idézőjesen a nagy családokat támogatja sokkal nagyobb mértékben, mint akár az egyszülős családokat, vagy az egygyermekes családokat. Családi pótlékról egy fél mondatot, és a családi adókedvezménnyel most egy picikét, hogy is mondjam, hasonlítsuk össze. Tudjuk, hogy a családi pótlékot 2008 óta nem növelte, az előző előtti kormány sem, tehát 2008 óta ez az összeget nem növekedett. És azt is tudjuk, hogy a családi pótléknak egyébként lehet valami kis hatása, pozitív hatása a gyerekek születésére. Nyilván egy bizonyos összeg fölött. Tehát igen, ami mondjuk elég, de két csomagnál többen a mozgásnál. De mindenképpen sokkal bonyolultabb az összefüggés ennél. Ugyanakkor semmi nem mutat arra, én nem ismerek olyan nemzetközi kutatást, ami a családi adókedvezménynek az ilyen egyenes pozitív hatását mutatná. Visszatérve icipicit a családi pótlékra, hogyha igaz lenne az, hogy több pénzt beleöntünk a rendszerbe, vagy a családokba, és akkor több gyerek jön ki, akkor nem lenne igaz az összefüggés, hogy a társadalmi
struktúrának az alján és a tetején születik a legtöbb gyerek. Ugye igaziból a szegény családokban van a legtöbb gyermek, ugye persze az összefüggés fordítva is igaz Magyarországon, hogy könnyű úgy elszegényedni, ha az embernek sok gyereke van, de mégiscsak a legszegényebb családokban születik a legtöbb gyerek sokszor, és a leggazdagabb családokban. Tehát a két véglet az az, ahol igazán sok gyereket látunk, és középen a középosztály szempontjából végig kellene gondolni, hogy milyen politikák volnának ahhoz szükségesek, amik például a családok, gyermekek egy tágabban értelmezett jólétét biztosítanák, és ezek a családok is úgy döntenének, hogy bevállalják az első, második. Igen, innen jön a következő adás, hogy melyek ezek az intézkedések, hogy ez az elég masszív réteg is úgy döntsön. Most erre már nem maradt idő, de köszönjük szépen az előadásodat. Én köszönöm.